Kóval éljen és halljon meg egy kisvárosban, vagy mindent feltesz egy lapra, a bizonytalanra, és akkor a... hát akkor a rossznál köt ki. És ebben a ruhában forgatsz, amit éppen hordasz? Nem, most csak innentől idáig vesznek, ezért nincs rajtam a többi. Térjünk vissza a zenére. A második szólólemezed, a Destination Anywhere, egy teljesen új oldaladat mutatja be. Szándékosan készítetted nem tipikusan Bon Jovisra? Igen. Sok mondani való maradt a tavaly nyári turné után. Olyan dolgokról akartam énekelni, amelyekről nem szólhattam volna egy zenekar kötelékében, mert az a kép, amit a zenekar eddig festett, csak is az ünnepről szólt. Életemben mégis elérkezett egy pillanat, amikor tudtam, hogy változtatnom kell. Nem tudtam, hogy pontosan mind, de tudtam, hogy valaminek változnia kell. Akkor jutott eszembe a cím, Destination Anywhere, és úgy éreztem, most ez illik a legjobban az életemhez. Amikor Richie és én közösen írunk dalokat, akkor az nem az én hangom vagy az ő hangja, hanem a mi hangunk. Így a dalok egy csapatmunka eredménye. A szólólemez esetében csak a te látásmódod és érzelmeid a fontos. És téged érdekel, hogy közben a többi zenekari tag mit csinál? Természetesen, hogyne. Én nagyon kíváncsi vagyok már mondjuk Richie lemezére, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Dave mire készül Dr. John-nal. Az a véleményem, hogy az ő sikerük is előre viszi a zenekar sikerét. Most pedig hadd kérdezelek John Bon Jovi-ról, mint márka névről. A neved ugye rákerült kólásdobozokra. Gianni Versace-nak, a divattervezőnek modellként dolgoztál, a Volkswagen cég pedig a te neveddel árulta egyik autóját. Valamelyest azonosulsz ezekkel a termékekkel, vagy egyáltalán nem is érdekel, hogy mire használják a nevedet? Hogy ne érdekelne? Olyan termékhez nem adnám a nevem, amit eleve megvetek. Csak egyszer láttam azt a bizonyos Volkswagent, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért fogadtuk el a pénzüket, hogy egy ilyen méretű produkcióba fektethessük, és alacsonyabban tartsuk a jegyárakat, mint a Pink Floyd, az Eagles, vagy bárki, aki szintén turnézott abban az időben. Szóval alacsonyak maradtak a jegyárak. Ezen kívül lemondtunk a nagy vendégzenekarról, így a jegyárak alacsonyak voltak, a produkció értéke viszont magas. Összefoglalva, ha valaki nekem pénzt ad, és semmi furfangosság nincs benne, hiszen csak egy autóról van szó, akkor rendben. Van autóm, tehát ezzel semmi gond. De nem Volkswagened. Van egy Volkswagenem, tényleg? Egy kombi. Szóval ezzel nem volt semmi gond. Én elfogadom a pénzüket, hogy a fiatalok egy jobb sót láthassanak, a lehető legjobbat a pénzükért. A kólásdoboz esetében a pénzt jótékonysági célokra használták, és Versace-nál pedig egyszerűen ki akartam próbálni magam. Ebből nem tudnék élni, de legalább kipróbáltam. Ez megint egy olyan, hogy nem lehet tudni, sikeres lesz-e, vagy megbukik, de ki akarom próbálni, mert barátokról van szó. Élveztem az egészet. De ha holnap bármely más divattervező felhívna, hogy neki nagyon tett, és neki is csináljak ilyet, akkor nem tenném meg. Amúgy sem pénzért csináltam, nem kaptam érte semmit. Egyszerűen élveztem, mert a barátaimmal dolgoztam. Érdekes, hiszen Gianni Versace mindig megtalál valakit a zenei bizniszből. Úgy tűnik, hogy nagyon illik ehhez az imidzshez, nem? Igen, ugyanis rajong a zenéért. De hozzá szeretném tenni, hogy őt már 3-4 évvel azelőtt megismertem, mielőtt bármire felkért volna. A kapcsolatunk kizárólag szociális. Azt hiszem, hogy csak is azért egyeztem bele, mert egyébként nem csináltam volna ilyet. Egyáltalán érdekel a divat? Nem. Nem érdekel? Nem. Bár szeretem a ruháit, de... én jobban érzem magam, ha minden nap ugyanabban a farmerban járhatok. Értem. Van egy 4 éves kislányod és egy 2 éves fiad. Mit mondasz nekik, amikor megkérdezik, hogy apu, te miből élsz? Még túl fiatalok ahhoz, hogy megértsék. Az a benyomásom most még azt hiszik, hogy minden apuka filmet forgat és lemezeket készít. Olyan kicsik még. De egyszer valóban el kell majd magyaráznom néhány dolgot arról, hogy valójában mi is az én munkám. És ezt hogyan teszed? Majd elmondom. Később? Igen. És miképp válaszolsz, amikor azt kérdezik, hogy apu, miért kell újra elmenned? A többi apuka minden este hazajár. Hát igen. Egyes apukák minden nap hazajárnak, mások pedig hónapokig, évekig távol vannak az otthontól. Nem könnyű. Szerencsém, hogy vagyok annyira sikeres, hogy magammal vihessem őket. Jelenleg itt forgatok New Yorkban, másfél óra alatt otthon vagyok.
Tegnap este is otthon aludtam. Most 3 napig nem látom őket, de a városban is van egy lakásunk, és most azért nem láthatom őket, mert a lányom 4 éves létére komoly társadalmi életet él. A családom is beszokott jönni a városba, vagy amikor Európában vagyunk, ők is elkísérnek általában. Az amerikai turné nem, mert akkor úgyis sűrűn hazalátogatunk. Ázsiába, Afrikába és Ausztráliába pedig azért nem jönnek velünk, mert az időátállás okoz nehézséget. Most, hogy David és én szülők vagyunk, és Rich is hamarosan az lesz, egyre inkább próbálunk alkalmazkodni, és amennyire tudjuk, együtt tartjuk a családot, mert képesek vagyunk rá, mert el tudjuk őket vinni magunkkal. De ez a munkám, ebből élek. Ez igaz. Említetted, hogy a menedzserek, az egész ipar megjósolta nektek, hogy nélkülük nem viszitek semmire. Közben bebizonyítottátok, hogy nincs igazuk. Így van. Ez a jövőben is működhet így tovább? Persze. Hogyne. Én nem akarok senkit megbántani, de jelenleg egy menedzser sincs a zenei bizniszben, aki bármit ne értünk. Mi újat mondhatna nekem? Én nem hinném, hogy ez sértés, hiszen a világon van néhány kitűrő menedzser. De még azok is, akiket a legjobban tisztelek, mint például Paul McGuinness, vagy John Landau, vagy Freddie DeMain. Minden stadionban játszottunk, ahol fellépett Bruce Springsteen, Madonna vagy a U2. Annyi pénzt kerestünk, mint ők, annyi lemezt eladtunk, mint ők, tehát mit tudnának mondani nekem a zenei bizniszről? Nem említette Doc McGee-t, aki sokáig foglalkozott a zenekar ügyeivel. Kedves fickó, de ő biztos, hogy ma már semmit nem mondhatna nekem. Mindez már olyan régen volt. Ez a fejezet 7 éve lezárult. Mikor fejezed be ezt a filmet? Mikor kerül a mozikba? Pénteken még csinálok néhány felvételt. Összesen 7 hétig dolgoztunk itt. Jövő héten még 3 napot forgatnak nélem. A film januárban, körülbelül januárban kerül a mozikba Amerikában. Igen. És közben a szólólemezed is megjelent. Egyszer azt nyilatkozod, hogy a Bon Jovi zenekar 2 év szünetet tart. Mit gondolsz, mikor áll újra össze a csapat? Úgy gondolom, hogy ezt a határidőt be is tartjuk. Úgy terveztük, hogy Richie lemezen januárban jelenik meg, utána pedig egy hosszú turnéra kell mennie. Én pedig nem fogok turnézni. Ha ő elégedett lesz a turné sikerével, akkor újra összeáll a zenekar. Szerintem kb. 1 év múlva. Nem dolgoztál Richie első szólólemezén. A mostanival mi a helyzet? Nem dolgoztam rajta? Nem vettél részt benne? Ja, igen. De ebben sem vettem részt. Egyszerűen azért, mert ő jelenleg a nyugati parton él, én pedig a keleti parton. Szerettem volna, ha játszik az én lemezemen, de nem tudtuk összehozni. Ő ott van, én pedig itt. Mit gondolsz, szerinted egyszer eljön az az idő, amikor már nem lesz kedved turnézni? Amikor eleged lesz az egészből? Amikor már egyszerűen nem élvezed? Akkor nem is csinálnám. Ezzel a lemezzel például nem megyek turnéra. Biztos vagyok benne, hogy jobban fogyna, ha turnéznék, de egyszerűen nem akarok idén turnézni. Csupán néhány koncertet, egészen pontosan 4-et a megjelenés után. Ha mégis belevágnék, maximum 15-20 koncertet adnék. Azt is karácsony környékén, amikor amúgy sincs semmi dolgom. De az a gondolat, hogy a srácok nélkül turnézek ezzel az anyaggal, nagyon távol áll tőlem. És a Bon Jovival? Lehet, hogy jön az idő, amikor velük megunod az egészet? Nem mondhatom azt, hogy nem. Hazudnék, ha nemet mondanék. De a turnéciklusnak megfelelően a következő lemezanyagával biztos, hogy turnézni fogunk. John, nem tudom, mennyire engedsz betekintést a magánéletedbe. Mégis azt szeretném megtudni, hogy amikor vége egy forgatási napnak, egy próbának, egy stúdió munkának, és hazamész, mivel töltöd az estét otthon? Egy ilyen este, mint a mai. Ha nem kellene még interjúkat adnom, vége lenne a napomnak. Éppen most látogatóim vannak. Barátok, akiket 4-5 hónapja nem láttam már. Valószínűleg elmennék velük valamit inni. Mivel egyikük amerikai futballedző, megpróbálnám bepótolni a hiányosságaimat és a futballról beszélgetnék. Utána pedig hazamennék és lefeküdnék aludni, hiszen holnap újra sok munkám lesz. És van olyan kocsma a New Jersey-ben, a házad környékén, ahová nyugodtan elmehetsz, anélkül ott zaklatnának?
Az a város, ahol lakom, kimondottan nyugodt ebben a tekintetben.